Ismét Kaposváron rendezték meg az országos bajnokságot, amely egyben kvalifikációs verseny is volt. 4 nap alatt tucatnyian úsztak olimpiai A-szintet, a legeredményesebb egyesületnek pedig a BVSC bizonyult 30 éremmel. A Nyíregyházi Sportcentrum egy bronzérmet szerzett, Stankovics Anna az 50-mel döntője után állhatott fel a dobogó második fokára, 50 gyorson pedig hajszállal maradt le a dobogóról. 50 gyorson szerettem volna egy kicsit jobban úszni. Azt gondolom, hogy benne volt egy 25-tel kezdődő idő, sajnos ez nem sikerült. Viszont 50 mellett nem gondoltam volna, hogy be tudok menni 31 fél alá, úgyhogy ez biztató a jövőre nézve. A nyíregyházi csapat éremszerzési céllal utazott Kaposvárra. Ezt teljesítették is, de a szakágvezetőben azért maradt némi hiányérzet. Egyik szemünk sírt, másik meg nevetett. Ugye a tavalyi országos bajnokságon a Hatházi Dóri Amerikából hazaérkezve, illetve akkor még itthon úszva 6. illetve 5. helyezést tudott elérni a pillangó számokba, ahhoz képest a 2/4. Hely előrelépés. Időben a tavalyi év idejét közelítette meg. Én úgy gondolom, hogy ha nem 3 nappal a verseny előtt érkezik haza, kicsit több ideje van az átállásra, kicsit többet tudunk együtt mozogni, akkor újra ez dobogót jelenthetett volna. Nem vagyok elégedetlen. Mind a két lány esetében el tudom mondani, hogy az univerziádé mind a kettőjüknek esélyes. Még nem hirdettek csapatot az univerziádéval kapcsolatban. Ugye Anna is és Dóri is 200 pillangó, 50 mellen szintidővel rendelkeznek. Az elmúlt szezon gyakorlatilag végigversenyző Barna Bianca tavaly egy bronzérmet szerzett az országos bajnokságon, ezúttal viszont egyik számában sem került döntőbe. Bianca kicsit várakozáson alul szerepelt, ezt meg kell mondani őszintén, az 50, 100 és a 200 méter mellúszó számban indult, illetve váltóban. A mellúszó számokban azt mondom, hogy mellúszásra jellemzően vannak néha hullámvölgyek, és most abba sikerült megérkeznünk. Egy nagyon jó fizikális felkészülés után, edzőtáborozás után egy nagyon-nagyon stresszes versenyt futottunk. Nem jött ki mindig a teljesítmény, egy milliméterekkel maradt le a döntős helyezésről. Az ő esetében ugye tavaly sikerült egy bronzérem 200 méter mellett, ami most is kinézett neki, hiszen 2:33 az ő egyéni csúcsa is körülbelül itt van. A legjobb formájában ez reális lett volna számára, de nincs nagy gond, én úgy gondolom, hogy csak felnőtt korosztályos versenyzők tudták megverni őt. Az ifjúsági között még mindig a legjobb, és augusztus elején van az ifjúsági bajnokság. A nyíregyházi úszók egy átmeneti hetet követően nekivágnak a nyári szezon felkészülésének. Május végén Miskolcon, majd Békéscsabán szállnak medencébe a sportcentrum versenyzői. Június elején Sopronban rendeznek kvalifikációs versenyt, majd június 2. hétvégén Szegedre a nyíltvízi országos bajnokságra viszi tanítványait Urbin Tamás.